Na, hello, 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 sziasztok! Itt az új gazdák, hogy okosan. Ez már modernebb kiadás, de nézzük meg a játékteret is. És 1 millió forintot kapsz mindig, ja, 500 ezeret, hogyha átmész, 1 milliót a belelépsz. Ez az egész jó. És azért ilyen hannoveri villamos. Füles, mi az? Kezdő részlet. Törlesztés. Ott autót is vendik el? Mit kell venni? Itt van a játék leírás, melyik az? Az ötös? Szerencsekedék. Hát azt venni kell. Ja, hát majd nézegetjük el. Megveheted is, hogy... Megveheted az Ivanics-tól a legújabb Volvo modellt. Egy összegben vagy részletre. De egy van cipő, van kórház is. Na, az a kórháznál nálad mi van? Az olyan, mint a Detox a Monopoly-ba? Vagy az Zéta? Hát a kórház, hogy egyes vagy hatosan mentsz tovább, hogyha háromszor egy sem jön ki, akkor kiléphetsz bármikor a játékból. Van Nemzeti Galéria, meg... meg ott van egy LV3-as metró. Békövé, nézzük azt, mit jelent. 27-es, nél egy LV3-as. Te meg közlekedést vettél igénybe, lemondtál a kényelmedről, húz egy szerencsekerék kártyát és kövesd annak utasításait. Ez a 27-es. Igen, ilyen is van. Aha. És pont egy szerencsekerkerekes mező előtt van. Ja. És ha még egy ilyet dobsz, akkor megint szerencsekerék. A kettes például, ahol van a Hannoveri, az megvásárolhatod éves bérletedet 9000 forintért a BKV-nál. Ha már van bérleted, a BKV mezőn 2-es, 15-ös, 27-es nem kell többet fizetned. Hogyha rá visz, akkor meg viszont fizetsz. Az a 9000 egy éves bérlet nem olyan rossz. Ja. Na, beállítjuk úgy. Na, hát akkor ki kéne még osztani a kezdőpénzt, de mindegy ugye az a sorszáma egyébként, ez az 500-as, na mindegyik el van nulla. Csak a betűk különböznek. Igen. A 8 darab. Nem, a betűk csak, hát igen, de csak címletenként. És akkor megmutassuk, hogy a sorszám az mindegyik a Neo 0-0-0. EA Sport, cilegő. 10.000-es az... 10.000-es az meg A. 10.000-es az A, ez mit a névtelen alkoholisták? Anonim alkoholisták az A. 5000-es, 2000-esből kerülni, abból is 8. 5000-es az B-ja. Ez meg G-ja, a 20.000-es. Nézzük csak. 1000-es az meg D-ja. 6, 8. És akkor mennyit kell kioszni a 20.000-esből? 6. 4 20.000-es. 1000-esből is 8 darab. És a cél a legkisebb címlet. Uh-huh. Ja, persze, hát apró pénzek már nincsenek. Ezen, jó, most ez megvan. Ezen kívül minden játékos az OTP bank lakossági folyószámlájára 3 millió forintot kap, amit a pénztáros a lakossági folyószámlán többen jegyez. És mivel a játékosok a játék folyamán a bankkártyás kifizetéseiket intézhetik, arról is lehet fizetni amúgy. Csak ugye utána törleszteni kell. Ja, de tehát mi lesz 3 millió forint itt is? Na most így alapból megy rá mind a kettőnek 3 millió, csak hogyha arról vásárolsz, azt ugye törleszteni kell. Ugye olyan, mint a hitelkártya. Lényegében akkor kéne egy tollat is szerezni, ami még fog is, hogy tudjunk írni. Ja. Ja, van egy nálam valahol. Múltkor már találtam egyet, amikor, és el is laktam, hogyha nosztalgiánál totó lesz, akkor legyen, mert mindig elfelejtek vinni. Mm-hmm.
technikailag ez jó. És tudod, hogy törleszted belőle azt, amit vásároltál, akárhányszor átmész a startot, a felvett, a levett összegnek a 7%-át kell törleszteni. Aha. Körönként 7%-ot kell törleszteni, hogyha felhasználod azt a hitelkeretet. Megvan? Megvan. Adjad, írom akkor. Hát írjad, de te ezért te jobban írsz, mint én. Azt kipróbált, hogy működik. Legalábbis eddig működött. Nem kötelező, hogy tudod így felhasználni, csak így kapod a játékba. Hát egy lakásvásárlásnál meg ilyenek a felleheből. Jó, 2 millió lakáshitel. Kezdesz? 4. Füles. Ja, én még a pirosra. Szereted az izgalmas rejtvényeket, ezért Füles magazin előfizetést vásároltál, fizes 6000 forintot. A banknak. Vettem egy kereszt rejtvényt. Ja, 6000 forint. Jó, most a rejtvényt. Ez a tény drága egy ilyen vizét rejtvény magazinért. Jó. 6. Régiójáték. Na, te meg játékot vettél biztos. Jól kihasználtad a régiójáték kereskedés akcióit, vásárlásodért most 5000 forintot kell fizetned. Amennyiben pénzed egy részét OTP bankban vagy kártyádon tartod, 7% kamat jóváírásban részesülsz, amikor ezen a mezőn áthaladsz vagy rálépsz, az összeget kerekítsd. Ja, mert rakadsz be a bankba ezért, pénzt. A KP-ból tudod, a kártyára. Ja, és akkor ezért az mi? Aha. Hát már mindegy, mert most nem laktam be, úgyhogy már mindegy. Akkor ezért most nem jár. Ja. Ugyanaz. Ugyanaz. 3. Ja, lehetek 300.000 forint, hogy ezért szóval útot? Ha van pénzed és rakásod, vásárolj modern konyhabútort, fizess 300.000-et. Hát de nincs. Se pénz nincs el, se rakásod van. Jó. Bár 3 millió van a bankban, abból lehet. 6, 8, meg 6, az 14. Deichmann cipő 15.000. Tönkrement a cipőt, vásárolnod kell egy újat, a Deichmann valamelyik üzletében a legjobb minőséget kapod, a legjobb áron fizes 15.000. Anyád! Az jó fele van a reklámban az éhez képest, a klasszikhoz képest. Mondjuk abban mi van? Ugye támogatták ugye a játékot. Mondjuk abban mi van? Gálko, meg kell a bír, meg ilyenek, meg csin. Más nincs is. 16. Szerencsek elég a kostátját kell húzni. Nem lapátoltad a havat, mi? Vagy annas? Sors játékon szobabútort nyertél. Ha nincs lakásod, vagy már megvetted, 90.000 forintot a pénztár folyószámlára helyez. Ja, de a folyószámlára akkor csak oda be kell írni. Három, azért, hogy akkor van plusz 900.000. Ja. Ez már jól indul. Szia a lovat. Jó, kihúzza a legjobbat. 900.000 a szobabútor. Ez mi? Korvintes. A Colvin mozi. A film tanít szórakoztat, nézd meg a legújabb sikerfilmet barátaiddal és fizess 1500-at. Na hát ezek a klasszikusok mennyi volt a mozi 150. Hát jó, de azért a pénzek is azért mások voltak. Igen. Tegyüsz. Megint azért jóval több pénzt kihoztunk, mint ott. 22, mi az? Nemzeti Galéria. 22-es Nemzeti Galéria, az micsoda. Megtekintetted a Nemzeti Galériát a gyönyörű kiállítását. Ennyi. Nem kell fizetni. Nem kell semmi. Akkor jó. Nem kell fizetni, akkor jó. Akkor ide rálépek máskor is. Na, lakáshitel 19-ért. Szerintem itt lehet lakás lenni. Takarékoskodj, mert így szép lakáshoz juthatsz. Ha van pénzed, fizess be 9.800.000 forintot az OTP bank pénztárába, és megkapod a lakásod. 9,5 millió a lakás. Részletre nem tudsz venni? Amennyiben részletfizetésre van csak lehetőséged, fizess 2 millió forintot, a fennmaradó 9 millió forintot pedig 90.000 forintos részletekben törleszteted. Ja, 9,5 millió kell összeszedni, ahhoz egy összegű megvett a lakást. Ja. 28, szerencse kártya. Na nézzük.
A Totón 10-es találta 120 000 forintot nyertél, amit a pénztár a folyószámládra helyez. Hogy szia, lovat kell. Na, ezt már szeretem. Akkor most van 3 millió 900 ezer volt eddig, akkor most van 4 millió, meg 20 ezer. Nincs 4 millió. Nincs. Hát 3 millió 90 ezer, meg 120 ezer, 120 meg 90, az, hát, ke, az hát 2 10, 3 millió 210 ezered van ideig. Hát az előbb 90 ezer, én nyertem egy szobogútot. Nem 90 ezer? Nem, az 900 ezer. 900 ezer volt? Itt van még az egy másik kártya, az jó, volt, akkor nem tudom. Az 900 ezer volt. Hát akkor úgy jó, oké. Tehát most 4 millió 20 ezernek kéne lenni a számlán. Hát az még a lakáshoz kevés. 24. Na, az mi? Visegrádi hajókiránduláson volt, a fizes 12 ezeret. Baszdmeg. Hát jó drága hajókirándulás volt. Jó. Hat. 34-es, ez melyik? Ja, az a nagy. A Kika. Tehát mit kell csinálni a Kikába? Beléptél a Kika áruházba, konyom felszerelésért fizes 40 ezer forintot, ha veszel. De nem veszek. Hát nem tudok, lakás sincs. Ja nem, konyha felszerelés, nem konyha bútor. Konyha felszerelésért. És bementél konyha felszerelés vásárolni, és arra fizetsz 40 ezeret. Hát de nincs lakás, amit kéne. De nem kell, nem kéne mondja azt, hogy ha van. Bazd meg. Beléptél a Kika áruházba. Konyha felszerelésért fizess 40 ezer forintot. Konyha felszerelést vettél. 40 ezer forint, elég sok konyha felszerelés lehet venni. Ja, meg elég jó minőséget. Hát, az biztos. Na, ezért az RV3-as. Tömegközlekedést vettél igénybe, lementál a kenyeremről, húzz egy szerencsekerék kártyát és kövesd annak utasításait. RV3. Fizess ki a gáz és villanyszámládat az OTP banknál, egy nyitott lakossági folyószámlán keresztül, melynek összege 15 ezer. De hát nincs lakásod. Igen, eddig nincs lakásod. És lépj ki a 8-as mezőre. Akkor mész az OTP-es. Kapok. Mennyit? Aztán mennyi 500 ezeret, hogy az áthaladás jelent? Áthalad 500 ezer forintot kapsz. Ja. Azt lehet KP-ba is. Hát aki tudod, azért úgy számolni. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Hát mondjuk az úgy nem jó, mert akkor kurvára elfogyik. Beleírom én is abból. Jó, majd aztán lépj oda azért. Nekem a szerencsekerékhez 37-esre. Aztán húzok egyet. Melyik kell ezzel? Azzal. Jó munkádért 300 ezer forint jutalommal részesülni. Pénztár, az folyószámlátó jegyzik. Szia! Oké, lesz itt van itt. Most már csak össze kéne kikérdezni a lakás árát. Jó. Már a fele nagyjából megvan. Hát majdnem megvan a fele. Nem, amúgy itt a 8-osnál mit kellett volna csinálni? Azt nem biztos. Hát, hogyha van bankkártyád, akkor arra kapsz kamatot. Amennyiben pénzed egy részét OTP bankkártyádon tartod, 700% kamat jóváírásban részesülsz, amikor ezen a mezőn áthaladsz, vagy rálépsz, az összeget kerekítsd. Hát van rajta egy a 3 millió keresztül plusz, úgyhogy a 7%. Ja, az már annak számít, az ami az ajánlom. Persze, hát az már pluszra, ugye lehet, vagy a ezéről, vagy a kávéről. Adj egy bankkártyát. De akkor nekem is van. Aha. Már az a 4 millió, akkor az a 4 millió valamennyi, az már akkor azon van. Ja, akkor legyen úgy. De... Ja, a PayPass-es kártya. OTP Club, Multipont. Akkor 3 millió 500-nak mennyi a 7%-a? Az meg mennyi ám. Várjál, 350 ezer a 10%, a 35 ezer a... Ezért, tehát, hogy a 35 ezer szorozva 7-tel az mennyi? 210 ezer, a szorozva 5-tel... Te már 245 ezer, ha jól számoltam? Hol legyen a... Várjál, hol a telefonom? Mindegy, majd szépen fog kelleni a számológép is. Ja, ilyen összegek nyilván. Nem át, ja, én jövök. Nem át a másikban az 5 meg a 20%-ot tudjuk kiszámolni. Ja. Azért 7%-ot nehezen. Már megint cipőt veszek, bazd meg. Szerintem elfogyik a kápeim. Ja. Mindenkor veszel egy cipőt. Ja. Lassan már azért 100 lábúnak nem lesz egy cipője. Ja. A 37, 5, 3, 4, 5, 6, kapsz. Kapsz 500 ezeret, akkor... Az biztos, meg utána hogy valami van az egyesnél. Kézi csomózású perzsa szőnyegekkel díszített lakásod, fizes 30 ezeret. Na, milyen jó perzsa szőnyeg? Na,
BKV 15, az ön egy ikonus, egy 412-es. Jegy nélkül utaztál az autóbuszon, 6000 forint mindetet fizetsz. Hát mivel még nincs bérletem. Mit, hol lehet bérletet? Valahol lehet bérletet is venni. Szerintem ott a villamosnál, nem? A Hannoverinél. Régen éves bérletedet megveheted. Akkor fizetünk 6000-et. Most egyet. Lebuktam a hamisított jegyet. Hát néhány évvel ezelőtt még 6000 volt tényleg, de most már 8000 helyszínen. 16000 csekkel nem tudod kifizetni a helyszínen. Most már azt hiszem. Ja. 6. Régiójáték. Na, ott kell fizetni a régiójátéknál? Azt hiszem igen. Nézd csak meg. Igen, jól kihasználtad a régiójáték kereskedés opcióit. Vásárlásodért most csak 5000 forintot kell fizetned. Aha. Már keresem a telefont, mert az még fog kelleni. 20-os. Ja, én nem töltöm ma. Azt a kurva. Bazd meg! 93%-kal már csak kibírja. Na, amikor 25000-et fizetek. Na, mert mi csináltál? Decathlon. Ja, én mit vettél? Most nem ciklőt. Sportszereket vásároltál a Decathlon sportáruházban az akciós termékekből, 25000 forintot kell fizetned. Vásárlás után sportoltál, és ezért jutalmul húz egy szerencsekártyát. Fasza. Megnyerted a főnyereményt a legújabb Volvo modellt az Ivanics-tól, ha már van autód, a pénztár a folyószámládra helyezi annak árát. Na, akkor most már nyertél egy autót, akkor az is az valahol? Igen, itt van benne. Na, túl vagyok, hogy nyertél egy autót. Ja, igen, már valószínűleg azt is venni kell. Aha. És elég húzós ára van annak is. Csak találjam meg humbon. Ott a ezért BKV mérlet is. Itt van mi? Volvo. Mi? Hoppá. Gyere ide autó. Volvo autó. Sőt, ezeket kirakjuk így a hangját. Hát, pontkártya már nem kell, nem van. Tegyüssz. Nézd. Hát az egy szerencsekerék lesz megint. Kivetted éves szabadságot, kétszer kimaradsz a dobásból. Nem kell neked egyben szabadságra menni. 21-es. 21-es. Pihenj Siófok Balatonparti mediterrán szállodájában, a Hotel Azurban. Három napos pihenésedért fizes 90000-et. Anyád! Na, jó, hát én kivettem az éves szabadságot, te meg elmentél nyalalni. Jó, akkor meg a számlámról akkor leveszek 90000-et. Tizenöt. Az Ikarusz. Az a izé, az a pótdíjas? Igen, jegyzékről utaztam, 6000 forint. A villamosnak elépje a buszra már lehetem. 3, 23 kártya. Ja nem, 21-en voltam, akkor 24. Ez LV3-as is jobb lenne. Hm? Már megint Visegrádon voltam hajókiránduláson. Én már mezébe megyek, a Kolvinba. Kolvin azért az 1500, ugye ennyit kell fizetni? Igen, 1500. Akkor én meg mentem mozizni a Kolbiumba. 1500. Na, LV3-as. Ja, akkor húzz a szerencsekártyát. Húzz a szerencsekártyát, ja. Euronics boltjaiban most akciósan vásárolhatod meg a televíziódat, így 70000 forint helyett csak 60000 forintot kell fizetned, lépj a 40-es mezőre. Nem veszem, mert nincs lakás. De az utóbbi fizetsz, hogy meghagylom 25000 forint. Ja, én is cipőt vettem, vagy valamit vettem a Decathlonba. 2, vagy 1, 2, 3, 4, 5. Szerencsekártya, meg kapok 500000. Igen, 500000. Áthaladásért. De tényleg milyen izék van a szobagútó, ponyagúdval? 7000 forintért telepakoltad a kosaradat mindenféle finomsággal, lépj a 31-es mezőre, meg fizetek így 7000-et. 7000 forintból vették aját. Ja.
Egy hétre betankoltam, mi? 10.000 forint. 25 az melyik? Ma étteremben ne védelsz barátaiddal, ez neked 10.000-be kerül. Panaszt étterem? Panaszt étterem? Régió játék. Fogjunk fizetek 15.000. Vagy ezért Bécsi szeletvendégy. Ja. Vásároltam a régiójáték.hu webáruházban, fizess 15.000-et. A 10.000 sem elfogyott, baszki. A legtöbb ezért fizetni kell valamilyen. Ja. Ez kártya. Kettő az egyben csomagra szerző tiamai mobiltelefon mellett a mobil internet díját is tartalmazza. Így ez csak 5000 forintba kerül. Fizetés után lépj a 36-os mezőre. Én is fizetek. Ja. 36-os. Akkor a Telekomot fizettem 5000. Ja. Hát még csak 5000. És én is fizetek 5000. Még csak 5000 lenne a telefonszámra. Ja. Annyi. 41. 41. Telefonnak a részlete is. Lufthansa. 41. Úristen, hova repültem? Lufthansa kényelmes és gyors utazást biztosít Európa nagyvárosaiban. Repülőjegyed ára 60.000. Ahhoz képest, hogy a Lufthansa az nem izéfapados. Ja. Az azért kerül ennyiben. Nem sok lóvéd van. Hát nem. Ez mindig fizetek van. Ha én is. Jaj, 10.000-es, ez nem itt van. De ott van. Az 5.000-es mit keresett? Átcsúszott. Itt most nem az van, hogy utána még egyszer dobhatsz, mint a reggénél. Ja. 6. És még most 1 milliót bementél. Egy. Akkor nekem is 1 millió. Uh-huh. Végig, de pénzt is kapok, nem csak fizetek. Menj a startmezőre, a pénztár 1 millió forintot a folyószámládra helyez. Hát most se tényleg oda. Hármas. A kártya. Tény. Na, lép vissza három mezőt valami ilyesmét. Egyszer kimenetsz a dobásból. Azért legalább fizetni nem kell. Ja, én meg most viszont percet szőnyegeztem. Ja, akkor aztán dobhatsz megint. Egyszer kimaradtam. Kártya. Pihenj úgy, mintha már most a Hotel Azur törzsvendége lennél, az Azur Deluxe klubkártyáddal most 30% kedvezményt kapsz. Lépj a 21-es mezőre és fizess 63.000-et a háromnapos pihenésért. Anyád! Van a 21-es. Megint, de az előbb is ott voltam. Hát jó drága hotel volt, mennyi? 63.000. 63.000. Hotel Azur. És el is fogytak a 6000-eseim is. Nekem már rég elfogytak. Hotel Azur. Majd lassan venni kell ki a számláról a lókot. Legyen káprik. 7-es. 7-es az is az a sportol. Ott is fizetni kell? Sport, szórakozás, egészség, sportolj. Ennyi. Na jó, akkor legalább fizetni nem kell. 6. 27. Húzok megint egy kártyát, megint BKV. Menj ki a Margit szigetre autóbusszal, lépj a 26-os mezőre. Félni, és akkor fel lehet be is írhoz fel ennek. És mi az 26-os? Kellemes sejta közben tekintsd meg a Margit szigetet, ennyi. Na, ott legalább nem kell fizetni. Ja. Ha háromszor ezen én lehetek konyhabútól, de csak a vonatra. Igen. Megint kártya. Ja. RV3-as, az jó. Elérkeztek a nyugdíjas évek, ha van generáli nyugdíj célú életbiztosításod, kapsz 10 millió forintot, amelyet a biztosító a folyószámládra helyez. Bazd meg, bazd meg. Itt tudsz biztosítást kötni. Ja, igen, de nem léptem még rá. Nem se. Bazd meg, ha most lett volna, kaptam volna 10 milliót. Na várj, ez is oda a 12-es. Meglátogattad fővárosunk kedvenc állatait az állat és növénykertben. Na jó, akkor nem kell fizetni. Ja. 5. 32. Kártya. Most vedd meg álmaira autóját egy összegben vagy részletre. Lépj az 5-ös mezőre és élvezd az új kocsit. Hát már van kocsi, nem fejezd az ott. De menjünk az 5-ösre. Hát attól még az jár, mert beláthaladtál a startot. Jó.
Dejvan, ezért... 15 ezer? Dejvan cipő. Vettem cipőt. Nem, vettem üssz. Én vettem cipőt. Ja. 4. Na most megkötted a biztosítást. Na ezt nézem, hogy mennyibe kerül. Gyerekbiztosítás 180 ezer, nyugdíj 180 ezer, házőrző 30 ezer. Kaszkó meg 50 ezer. Ha mondjuk az jó lenne kötni a kaszkót. Igen, az autónak el, mert azt megkérdezik, hogy biztos, hogy van benne, hogy olyan kártyás visszatöltem az autót. Biztos, igen, ezt nem. 180 az 360. 360. 360 meg 30 az 390. 390 meg 50 az 440. Akkor 440-et leveszek egy adott számlámról, és akkor megveszem mindet. Ennyi. Hát még mi bármelyik jól jöhet. Ja. Van meg valószínűleg mindegyik kell is. Uh-huh. Ahhoz, hogy megy el mindegyik kell. Hát biztos. Na, emléken volt a 9-es enni? Uh-huh. 19, hát az lakás hitel. Ja, hát az nincs még 9-es fél millió, hogy megvegyem a lakást. Bazd meg, mert megint cipőzök. Most hát tényleg bennem kell ki még lóvét, hogy legyen KPM-hez. Hát figyeld. Sőt, szerintem azt csináljuk úgy, hogy itt ne is számoljuk ugye a hitelezést. De mondjuk az nem jó. 25. Ja, most számolom, hogy közben, hogy kinek mennyi van. 3.900.000, meg 104.020, 4.320, 4.820 van most neked a számládon. Hát akkor már a lakásnak a felett megvan. Ja nem, 5 millió, mert még itt külön sorba értelek, mert ott már betelt. Ja, hát akkor 5 millió, ez még jó. Számolom az enyémet, 3 millió 5, 3 millió 5, 4 millió, 5 millió, 6 millió, 6 millió 5, 6 millió 5, 6 millió 745, 6 millió 745-ből 90 ezer, 6 millió 745-ből vegyél ki 90 ezeret. Mennyi 6 millió? 745. 7 millió 45? 6 millió 745 ezer. Ja. Szóval a számológép, azt kiadtam, hogy itt van. Na, látok, mennyi a 6 millió, mennyi? 745. Igen. 1000. Igen. Jó. Jó, abból vegyél 90 ezeret. Igen, az 6 millió. Jó, abból még vegyél, és még abból vegyél ki 440 ezeret. Jó, hát az 6 millió 215 ezer. Ha nekem van 6 millió 215 ezer, így. Jó. Ja, közben én állítom el az 25-esre, azt létnek olyan is. Meg akkor szerintem most megcsinálom azt, hogy kikerekítem 6 millióra, akkor én veszek fel KP-t, ha már szerintem KP-m nem maradt, hogyha fizetni kell. Úgyhogy akkor 2-15-öt kiveszek, azt akkor kerekítve lesz 3 millió, vagy 6 millió. Jó? Jó, te is vehetsz ki majd, ha akarsz. Jó, hát én még nem veszek ki, majd ha elfogy. Egy jó az ugye, hogy... 80-100. Aztán már nézzek, hogy mit kell csinálni, 25-nél beszélt, a 10.000-t kell fizetni. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ez 200, és 15.000, ugye? Ja. Na, annyit fizetek, akkor már elfogyott az összes kávém. Biztosításaim közül minden megvan.
Na most nézem, 26-ost? 5-ös. 5-est. Ja, ma étteremben zabálsz a barátaidzal, 10 000. Ja, akkor az már volt, igen. Akkor ez itt van. Itt van 10 000. Ja. Ja, akkor te jössz, azt én már dobtam. 5. 19. Lakáshitel, ott tudok hitelről lakást venni. Hát meg egyébként is. Meg sem lakást. EV3-asra én is ráléptem végre. Idője volt, na. Elérdej barátaidra itt, nem egy csendes, mediterrán hangulatú helyen, ahová mindig szívesen térsz majd vissza. Lépj a 25-ös mezőre, fizess 10 000 forintot, viszont 500 000 akkor, hogy írjál csendbe. Megint hozzá váltam magam az előbb halálra, akkor állam, visszajöttem megint. Éhen kórász voltál biztos. Pazd meg! Na, 25 000 érdek atlom. Ja. Na megint kártya. Lépj a 11-es mezőre, a konyha bútorhoz vásárolhatsz. 500 000? Aki a... jó, 500 000. Azaz. Van akkor még 1 milliárd, akkor így van most 6 820 000. Na jó, oké, gyűlik. Ja. Átlépkő? Igen. Akkor már nem kell sok a lakáshoz se. 6. 26. Hát az... jó, ott nincs semmi. Norgi cigetre kimentem. 6. 1500. 1000. Lehet jobbat, az még belefér. 1000. 1500. Corbin mozi. Megnéztem valami vizéfilmet. Ja. Sétálj a halászbástyán, innen gyönyörű a kilátás nyílik Budapestre. Ennyi. Ennyi? Hm? Libri. Na, ott megszépen 8000-et kell fizetni. Hm? Minden könyvújdonságot megtalálsz és kedvedre böngészhetsz, a Libri könyvesboltokban vásárolt könyvekért fizes 8000-et. Mindjárt gondoltam. Na, mindjárt elfogy. Elfogy a mali. Ja. És akkor venni kell ki. 30 000. 30-as utazási irodák. Na. Utazási irodákban elintézhetsz mindent az utazásoddal kapcsolatosan, kényelmesen és gyorsan. Fizess 150 000. Anyádat! Jó messzire utaztál. Nincs is már annyi, bozd meg. Hát akkor vegyél ki. Ja. Akkor így van most. 5 millió 180 000, az 5 850 000. Annyi. Ha kell 6 millió volt, akkor az pont annyi. Uh-huh. Jó. Az azért szép, hogy... Az azért durva volt. 150 000. Hát biztos nosztalgiával mentem, mert szaranyagokban, mi? Akár. Már mondjuk, hogy csak Horvátországba mentél, mert az is lehet annyi. Luxus szállodában. Ja. Ne. A tödösséget? 25 000. Na viszont akkor ezért, hogy jár csak ki 25 000 belőle? Bármennyi is van, mondják ki 25 000. Akkor az... 25 000 mínusz, várjál, mínusz 25 000. 5 820 000 van most. Várjál, meg beütöm, 5 820 000. Az 5 795 lesz, vagy 795 lesz. Annyi. Százezerrel vagyok előre egy tőlem. Nem tudom, 100 000-rel. 55 000-rel vagyok előrébb tőled. Hát meg neked az autód is van, nekem meg nincs. Látogass el a Libri könyvesboltokba. Fizess 5000 forintot és lépj a 18-as mezőre. Úgy is van. 500 000. Akkor 6 295 000 jelenleg. Hát meg mi fizes 8000-et, mert mindjárt egy pénz. Én megdobtam egy 4-est. Hát én meg elmegyek hajózni. Úgyhogy meg vonhatsz is le 12 000-et. Számláról? 5 850 000-ből vonjál ki.
5 millió 850. Ennyi 12.000. 5 millió 838. Mert igen, meg elmentem hajózni Visegrádon. Ki jön most? Most ne jössze, de én elmentem hajózni Visegrádon. 5. 23. Kártya. Jól választottál, a Lufthansa járataival Európa nagyvárosaiba eljuthatsz, fizess ki a repülőjegyed árát, amely 60 ezer, lépj a 41-esre. Anyád. Nem, de ugye a startban vagyok megint. Mennyit kell fizetnem? 60... Kereken 60-ot. Ja, igen. Hát, az ennyi. Ja, hát én babáját, én makajó kirándultam. Jó, ott vagyok. 29-es. Ott semmi halászbástyára, ja, mondtam, csak elmentem halászbástyára. Jó, oké. Hát. Akkor te jössz. A halászbástyára meg állam kell fizetni. Ja. Akkor 4-es. Fizetek 6000-es, meg kapok 500-et. Ja, vettél egy fülest. Mhm. Ja, megvárom, még bekönyvelek. 6 millió 795. Trírom külön. Én meg szerintem én meg kaját vettem. Mm. Szerintem egy külön-külön ne is írogassuk, és szerintem van, amikor a jelenleg kivonogatjuk, és akkor így itt áthúzzuk, és akkor úgy írjuk a jelenleg. Jó, oké, hát az egyébben vonhatsz is le 7000-et rögtön. Most? Most. 5.838-ból 7000, az 5.831, igen, az még megy fejből. Még nem olyan nagy összeg. Ha megfizetem kell 6000-et. Füles vettem. Beszart a füles van. Fizetek megint 5000-et. A 35-ös az melyik? Régiójáték. Ott is biztos fizetni kell. Biztos. Igen. Igen. 15000-et. Webshopon vásárolt a játékot. 15000-et. Oké, vonhatom is lebelőlem. Kivenni nem akarsz amúgy dolgét? No, majd nem, most nem, hát ilyen egyszerűen lemondogatni. Tizenötezer, akkor a 10 az 8-21, ebből össze az 8-16. 8-21, az igen annyi. 5.816. Le van gomba. Gyere, jaj, de már megkötöttél mindent. Nincs olyan, hogy valami hozdó, hogy valami hozdó, vagy csak kötni kell. A 37-es hatos dobta, mi az kártya. Uh-huh. Nincs, csak meg lehet kötni. 36-os? 7-es. Ja, 7-es, az kártya. Lottó nyelemér sorsoláson hűtőszekrény nyertél. Ha már megvett, ja, 80.000 forintot, az be is írhatod. 80.000 forint. Egy hűtő. Akkor most van így 5.896-od. 80.000 pluszban, mert ugye 5.816-od volt. Igen. 85.896. Na, az jó. Hát az még mindig kevés a lakáshoz, de már alakul. 4-es. 13. Hanyasan mehetek? 1-es vagy 6-os? Csak akkor léphetsz tovább, ha 1-es vagy 6-os dobsz. Halló és sikertelen dobás után bármelyik dobással léphetsz. Nem, bármelyik dobással kiléphetsz a játékból, nem? Azt hiszem az, hogy bármelyik, ha háromszor nem sikerül, kiléphetsz a játékból. Vagy nem az? De kiléphetsz. De nézd meg azért, mit ír a papíros. Túl sokat idegeskedsz, vonulj szanatóriumba, kimaradsz 2 dobásból. Ja, igen, tehát és 1-es vagy 3-as dobsz, akkor tovább mehetsz. Ha nem sikor, akkor valamelyik, ha meg ja. Akár megkalával mehetsz. 38-as mi? Ott 800-as. De még egyszer dobsz, mert kétszer maradok ja. Ki, és utána kell dobjok. Egy 39-es. Itt vehetsz lakást. Jó, vagy lakási tervet. Megy, akkor még egyet dobok, és akkor egy-kettő, akkor a 2-esre. És 500 ezeret írj be.
39-esen voltál, 5-ös. Igen. 1, 2, 3, 4, jó. Igen, oda. Meg vehetsz bérbe, tehát... Na, az mennyi? 9000. Akkor azt veszek, akkor azt mondd le. 9000. Az 96-ból 9, az... 87. 87. Meg 500 ezer? Igen, meg 500 ezer még jön pluszba. 1.887. Meg 500 ezer, az 6.387, ugye? Igen. Igen. És akkor van egy BKV bérletünk. Éves, ez még a 2010 könnyékén volt még jelen, hogy be kell írni a bérletigazolvány száma, úristen, ez akkor valamikor még bérletigazolvány is volt. Kedvezményes éves Budapest bérlet, 900 ezer. Tényleg tudod, Budapest, MÁV, Volánbusz. Nem, már csak 4-es dobtam. Te jössz. BKS. Te jössz, 4-es dobtam. Király. Akkor 8-as. Kötetsz biztosításokat. Az nem az a kamat, mennyi? Ja, tényleg a kamat. Mennyi most az izé? Az össz vagyunk? 6.387.000. Hát, és várj, nem azt mondják, hogy ezt kiszámoljuk, hogy ez mennyi. 6.387.000. Osztva 0,7-tel, nem? És nem, szorozva. Hát elosztjuk 100-an és megszorozzuk 7-tel. Az 447.09. Annyit, akkor... Várjál, mondjad, mennyi volt eddig hozzáadni? 447.000. Hát te várjál, azt mondd, hogy most mennyi, és akkor hozzáadom azonnal. Ja? 6.387. 6.387. Igen, és akkor most van 6.834.090. 6.834.090. 834.090. Jó. Már csak 3 millió kell, az megvan a lakás. 3,5, meg 9,5 millió a lakás. Akkor dobhatsz még egyet. Hát akkor 6.880. 9,5 millió nem megveszem. De viszont fizet egy. De te 5 cipőt veszel. Na a harmadik cipőnket. Így már hallgatsz szóra. Zabálom a cipőnket. A bagikönyv bezabálja a cipőnket. Takarékos vagy. Megtakarít a pénzt, a tartsd lakossági folyószámládon meg. Az OTP-ban 2% kamatot fizetsz. Az összeget kerekítsd. Tehát akkor várj, most van 6.834. 1090. 1090, kiszámoljuk, hogy akkor mennyi a 7%-a. Az összesen jött. 478. Kerekítve? Hát jó, na, akkor kerekítve 478 ezer, mennyi volt? Most az 6.834.000. 6.834.000. Akkor most van 7.312. 7.312.000. 7.000, aha. Összei alul. Így már azért alapul, mert ja. 9,5-ben már megvan 7,3. Utazási irodán nyeremény sorsoláson utazást nyertél, kipihentem, folytathatod az utat, lépj a 30-as mezőre. És ott mi a 100? Nem kell most fizetnem, mert ugye nyertem. Ja. Az utat. Csak oda kell lépni. Ja, most nyerted. Megnyertem az utat, ja. 16, de én már megint kártyát húzok. Összetöltem az autódat. Ha van kaszkó biztosításon, lépj a 9-es mezőre, és annyi évben zsebelhet a 250 ezer forintod. Ha nincs biztosításod, akkor kétszer kimaradsz a dobásból. De autóm sincs. Ja, akkor is semmi. Na azért jó kaszkóp. 34-es. Fizetnem kell 40 ezeret, konyhafelszerelést vettem, bozd meg. Megint? Azt te voltál utoljára. Igen. Ja, tényleg. Hát nem egy meleg szerzet. Hát nem egy meleg szendvics kiszedőt vettem, vagy valami hasonló, vagy egy-két tányért. Valami komolyabbat. Egy. Megérettem egy. 1500. Hát lehet, hogy egy ilyen Silver Patch izét a turbiszkép, ez a hasonló, hogy X-Service. Indukciós sütő. Jaj, Szenkol főzőlapot. Ja, mondjuk az lehet, ez így Szenkol indukciós sütő, vagy egy Silver Patch bot, izé a botpixelt. Konyhai robotgép. Vehetek tévét. Hát minek? Ja, most egy lakás. Hát most van ez lakás, akkor vesz tévét is. Hát. Még nem. Majd. 5. Néhány kör múlva. 3-4-5 kártya, meg kapok 500 ezeret. Végre majd az enyém is növekszik. 6.795, akkor 7.295 van most. Ja, tényleg a kettes ilyen hadnoveli villamosnál kell megvenni a bérletet. Na, lassan utolérlek. 12, meg 5, az 17 ezerrel vagyok most nem maradva.
Ja, meg húzok kártya. BMW-nő és sorsjátékon mosógépet nyertél, ha már van mosógéped, a pénztár kifizeti az árát 90 ezer. Akkor ugye nyertél egy mosógépet. Ja, de mivel nincs mosógépe, meg lakásom se, így kapok 90 ezeret. 20, 40, 60, 80. De lesz, miből fizessek. Ott a KP-ban. Jó, ott az ámlán gyűjtem a lakásárát, itt meg amik fizetni kell. 4. Szóval 3. Kártya. Most már meg kell kutyulni. Visegrádi hajókirándulása anyát, hiszen lépje 24-es vezérnek, kirándulás 12.000 forintnak hoz, és csak egy emelkedő ráadásul. Azt le is vannak oda izékből, mondom. Akkor, na, így kikerekítetted, így van 7.300.000. De van meg az előző követben is elvittem. Nem, az én voltam. Ideig én léptem mindig a Visegrádira. Nem, az előző követben is elvittem, igen. Pont ugye 4-es dobtam. Azt alamentem minden. 3. Ez 6-os. Fizetünk 5000-et, 5000 régió játék. 30. Az 150 000? Aha. Jó, oké. Hobbatod is le belőle. Akkor meg van, hogy 150 000. Az meg... 150 000 utazási iroda. És az lenne csúnya, hogy 150 000-be kerül, az csak egy napos kirándulás lenne. Hát lehet, hogy... Lehet, hogy úgy van. Azt nem érje a helynap. 7%. Mennyit van? 7.295.000. Igen, 7 millió. 295 000. 7 millió, 295. 000. Ami nem jó. 7 millió, 295. Szorozva 100-zal, osztva 7-tel. Nem, pont fordítva. Ja, osztva 100-zal és szorozva 7-tel. Magyarodott már. 295 000, persze osztva 100-zal, szorozva 7-tel, meg lesz ez csak... 510.650. Jó, és ahhoz adnak hozzá akkor a 7.295 000. Az 7.805.650. 7.800.000, mennyi? 5.650. 805 000? 650. Kettő. 33-ason mi van? Nyolc a segítőjön. De mi az? Van pénzed, vásárolj elektromos gépeket, ja. Hűtőszekrény, fosógép, sütő. Ja, hát de nincs. Meg lakás sincs, úgyhogy nem vásárolunk. Kötfokonyhag szól. Szintén. 35-ös régiójáték, akkor van azt is le 15 000-et. 35. Ja. És mi mínusz 15? 7.150.000, akkor az 45. 7.045 000. Aha. Ja nem? 7 millió... Mennyit kell levonni? 15 000. 7.150.000, akkor 35 lesz a vége. 135 lesz a vége. 135, igen. 7.135 000. Jó, megvan. Jaj. Ez meg már megint kórház. Kétszer dobsz. Azt kártya. Nézzük. Kiégett a lakásod, vissza kell adni a berendezési tárgyakat. Ha van generáli házőrző lakás biztosításod, kifizeti. Igen, ha nincs, akkor legközelebb a 9-es mezőre néz, keresd meg a lakás biztosításod. Hát jó, hát akkor ezzel most szerencsém volt így, akkor mi dobok. Két rosszat az autótól és meg a lakást már kihúztad. Következő, a szobagútod és akkor még egy. Ja, nem. Nem, akkor utána már... Most már én jövök. Most már rossz. Egyes vagy három, nem, hatossal mehetek. Te jössz. 5. Hát félmillió az biztos. Mert megvan az a 635 000, abból levonva 30. 7.635 000-ből 30, akkor 7.605 000. Van, így. Igen. Ja, már most kaptam 500 000, igen, de fizetnem kellett 30 000-et. Igen. Mert így volt 7.135 000-ed, arra ment rá az 500, az 7.635. De mi csináltam most? És 30-at levettél. Ja, perzsaszönyeg. Perzsaszönyeg, igen, és akkor így megvan. Na azért,
Azért nem, neked nem kell autó, majd röpködök a perzsa szőnyeggel. Aladin. Mit Aladin röpködök a szőnyeggel? Na, megint cipőt vettem, ez már a negyedik cipőm, bazd meg. Tegyez. 4. Lehet zótót. 7 millió forint. Annyit van és maradna 605 ezeröd. Hát megéri azt most megvenni. Hát előbb-utóbb is meg kell venned, hogyha nyerni akarsz. Ja, de hát az nem lakás. De nem veszek most előbb, majd lakást veszek. A kocsi az lehet, hogy az nem fontos a lakáshoz. A kocsi az lehet, hogy a lakáshoz. Nem, mert össze lakást veszek majd utána. Te tudod? Elég legyen lakás, aztán autó. 20-as. Bazd meg! Már végig is az autóval be lehet parkolni egy híd alá is, úgyhogy... Te jössz. 5. 10-es. Kárt. Ezzel azért jobban tovább tart ez a játék, mint a másik volt. Lakásod, dísz és kézi csomózású perzsa szőnyekre vásárlásod 30 ezer forint, 401-es mező, nem baj, de... De akkor 20 félmillió még mi jöhet. Jó, akkor ezt számoljuk úgy, hogy félmilliót hozzá. 7.605 az 8.105 ezerből 30 ezer. 8.075. 8.075 ezer. Nem baj, ez így is egy jó kör volt. Félmillió plusz 30 ezer mínusz. Nem volt az egy rossz kör. És visszamentett az elejére. Szóval 35-re mentem. 3. 4. 6000. Ja, a füles, akkor azt mondd le. Vettem is fülest. 69000, 8.069.000 lesz így. Vajat már csak másfél kell a lakáshoz, mert az nem csak összejön. Hát akkor, már csak egy fél kell utána. Mm-hmm. Hát még 300 lábnyék is megvan. Ja. Ha nem kell sokat fizetni. Lépj vissza 3 mezeit. Zabáltam 10000-ért. 10000. Elvittelek zabálni. Na, haverokkal zabáltunk. Meg megyél az autó, nem? Most... De majd amikor most kocsit kérde venned, igaz, hogy sem fogsz venni. Most már másodszor, de... Húzhatok kártyát. Kártyát, igen, az EBH-os. Térj be cipőt vásárolni a Deichmann-ba. Így a 14-esre, 10-es 15 ezeret. Meg ez már az ötödik cipő. De akkor fél millió. Ja. Fél millió, akkor... 7 millió 805, akkor 8 millió 305. Nekem. Fizetek 15 ezeret. Na, az ötödik cipőt fizetem, basz meg. Hát én meg, na akkor mínusz 5 ezernek elég jó játékot vettem. Mínusz 5 ezer? Na, elég jó játékot vettem. 8 millió 64 ezeret van így. Három. 1500. Elmentem moziba. Azért ez a játék tovább tart, mint a régebbi. Biztos. Ilyen árakkal, meg ilyen pénzekkel. Helyesen fejtetted meg a Füles magazin legújabb lejtvényét, 90 ezer forintot nyertél, lépj a 4-es mezőre. Hogy a KP-ban, azt akkor lesz KP-d. Ja, azt adhatod, viszont az 500 ezeret azt írd be. Jó, 90 ezer? 90 ezeret adhatsz KP-ban. Plusz 40, 60, 80, adok így, jó? Jó. 80, meg adok 2-5 ezerest, azt akkor úgy. Jó. Könnyebb úgy váltanod is. Meg fél millió? Már meg fél millió, ami átmondta. Akkor 8 millió 564 ezeret van. Na, alakul ez. Már csak 1 millió kell. Ja, 1 millió kell, az megvan a lakás. Fizetek 8 ezeret. Na, 4. Ez az. Na most akkor mennyim van? Most ilyen 8 millió 60, ha mennyi. 8 millió 564 ezeret van. Jaj, annak megnézik, hogy lesz a kamata is. Akkor 599 ezer szerint. Azt ad hozzá. Négyszer, és akkor mennyi volt? 8 millió? 564 ezer. 64 ezer volt. Akkor most van 9 millió 163 ezer 480. Ez már jó, mert akkor már van. Csak 400 ezer kell a lopáshoz, de akkor kifogyik teljesen a készleted. Ez már az éregyenes. De az egy gyűjtögesség még szerintem még kicsit 1 millió felé, mert kifolyik a készleted, meg lóvéd is alig van. Nem fizetned kell, mert kikopsz, ezt beszoptad. Hát ja. Még úgyis rá kell lépni. Fizetek 12 ezeret. Utána még egyszer lepnék a start, és utána rálépek, már megvan. Ja. Te jössz.
Aztán majd jöhetnek a hajó kirándulások. 14-15 ezer. Jó, kinek is 1500-es. Én is vettem egy cipőt. Én az ötödiknél tartottam, a másodiknál azt hiszem. 29. Hát az... Budai Vávényetökön, az Citadella. 25 ezer. 25 ezerért veszek ezért, még a Teigmanban is cipőt, jól van. Nem, a... vagy ez a Zonban sportfelszerelés. Ja, veszek ott is. Sportfelszerelés. Ja. Pingpongasztalat, itt a valaki. 33-as, hát vásárolatok berendezéseket a lakásba. Na, az miért? Ide még nem lépett szerintem senki. De én voltam már ott. Ott kell 90 ezeret fizetni a szállásért. Ja, azért, és csak meg mit ír? Az lesz, az figyelj, csak meg. Ugye már voltam ott kétszer. 21-es. Pihens Jófog Balatonparti mediterrán szállodájában, a Hotel Azurban. A háromnapos pihenésed 90 ezer forintba kerül. Akkor azt mondd is le. 30 ezer egy nap. Ez valami luxus hotel lehet. Ott van. Na mondjuk az luxus hotel ennyi. Ja. 9 millió. 73.840. 480. Így van, 9 millió, 73.480 ezred. Nem baj, mindig 9 millió fel lehet, hogyha elkezdelebb átmegyek, még meg lehet. Vezetek 15 ezeret hoztak. Az olcsóbb, mint luxus hotelbe lenni. Majd meg kátyázózok. Na. Hármas találatod volt a lottón. 250 ezer forintod a pénztár. 250 ezeret nyertem a lottón. Hogy rohadjál meg üvel? Hármas találatod? Az igen! 46, hát most a főnyeremény 5 milliárd. Hát szerinted miért csináltam 5-ös lottót? Azért, mert most lehet a házas annyi. 140, 160, 180, 200. És 50 ezeret megadok. Apróba jó, ez 200. Ja, bár ezért többet megiratod volna az évben is egyszerű. Hát lesz így legalább kávéd is. Nem fogysz ki. 40-50. Meg így legalább lesz kávéd is, az nem fogysz ki. Szerinted én is miért vettem ki a bankból, úgyhogy legyen kápim? Mindegy, végül is. Meg így legalább nem fogyik úgy. Mindegy. A számlád, amit ugye a lakás. Hát nem, hát ez most jól jött volna a lakáshoz. Hát nem, vettem megint mobilnetet. Ja, az 5000-ben. Ja, mert az nincs megszabva, meg ugye kártya sincs hozzá, úgyhogy ott mindig fizetni kell, hogyha rámész. Most már meg kell kutyulni a kártyát. Lép előre egy mezőt. Ja, ott citod el. Hely, mert egy Csabikát megnézni. Ja, hogy dolgozik. Ja. De nekem nincs autóm, nem büntetek. Tudnék lakást venni. Sőt, tudnék is hitelre is venni, mert ugye a lakáshitel kezdő részlet 2 millió. De? Úgyse sokkal van. Már mennyi? 1 millió 2 kell még, hogy meg tudjuk. Jó, ha ott dolgozik, azt már azt mondtam Csabinak, hogy ha véletlenül lát egy fehér zsizés kodát, aminek NKH 410 a rendszám, azt meg ne büntesse. Anyádék azok. Azok a telefontója. De hát azzal szokott följárni festletjében. Fizetsz 40 ezeret. Hát festletjében azért mindig azzal jövünk, hát az évvel a... No. A splash-sel nem, az még... Az még szépen pest vagy, ha a határa sose lépte át. Kapok 500 ezeret. 8 millió 805 ezer. Az békés vagy a határát, és itt kell lépni át a splash. Ma maximum jászta egy pluszonnak, vagy éve megy. Meg főleg, hogyha te hajtod. Jó, megfizetek 30 ezeret, hogy rohadjon. Hát az autó még Pest megye határát nem lépte át. Szerintem mióta megvan. Békés megye határát is ritkán, de Pest megye határát az abszolút. Egy. Megérett a menny. Fizet 15 ezeret. 15 ezeret. Ja. Várjál, fizetem így, ez már egyszerű. Te van 10 000-es. Szent István. Pityuli. Az. Meg vagy ezért, melyik egyik van az 5 000-esen? Szétségi. És én is vezetek meg, én 5 000-et vettem játékot. Na, 40. Ott mit kell csinálni a társadalmat? Tévét vett 75. Ja, de nem veszek. 7%? 8 millió 805 ezernek a 7%-a. 8 millió 805 ezer. Erre lefegy a számológép. Ja, nem csak kiugrott. Szóval az a 700, 616 ezer. És akkor itt hozzá 8 millió 805 ezeret. Plusz 8 millió 805 ezer. 9 millió 421 ezer 350.
Hát most már ott van a lakás, mennyi? 9 millió? 421 ezer. 421 ezer kereken? Le Daliv. A Rizé? Lufthansa? 60 ezer. Sejtettem. Hol volt aztán már 60 ezerért? Hát 60 ezerért Lufthansa-val Berlinbe. Hallod? 6. cipő. Ja. London, Berlin, s a többi, mert jó. Ezt viszont akkor levonjuk, mert már nincs annyi KP. 21-ből 10, az 11-ből 5, az... Hová lett a kocka? Várja, számolok, 9 millió... Hallottad koppanni? 406 ezer... Elesett? Elesett, de nem látom sehol. Sem is hallottam, hogy koppant volna. Most koppant, ott volt a lábad, ja? Szerintem. Hatos dobta. Hol van? Hatos dobtál. Tényleg hatos. És akkor az mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, az autós meg jár. Kapsz fél milliót írt be. Nincs már? Megvan a lakására, de így. Most már csak bele kell lépni. Ja. Na mi? 9 millió, 579 ezer, 480 forintod van jelenleg. Akkor megvan? Megvan. 79.480-nal átlépted a lakására. Okay. Akkor jó, akkor már csak oda kell lépni, ez megvan. Fizetek fogadni. Ja, az érzelmetes, az fizetek. 6000. Nincs bérletem. Ja, nincs bérletem. Na, látod, nekem már van. Akkor még egyszer nem léptem rá. 6. Én még megfizetek 5000-et. Régi jó játék. Jön vele. Na, dobtunk is együtt. Oké, 21. Baszd meg! Jó, oké, akkor mész a luxus hotelbe. 9 millió 406 ezerből 90 ezer, akkor az 9 millió 316 ezer. Én meg nem veszek szobabútot, vagy konyhabútot. Meg nincs lakás. Hát nincs, de erre alá fizetni se kell. Ja. 3. És fizetek 12 ezeret is. Ja, hát hajókázol Visegrád felé. Na, kórház. 10, az 06, az 04. 9 millió, 304 ezer. Oké. Okay. Dobjál, én közben kórházban vagyok. Kétszer dobok. Hát nem kétszer, mert... De, kétszer dobok. Nem, egyesen vagy hármasra tovább mehetek. Igen, de ezt kétszer kell dobnom, tudod, ja. Hogy te csináltad. Ja, jó, oké. Hogy a térje és a kórháznál. Ja, akkor dobjál még egyet. Itt van, és csak túl sokat idegeskedsz, vonulj szanatóriumban, kimaradsz két dobásban. Ja, és utána kell követni azt, hogy egyszer vagy hatossal. Oké, hát akkor dobjál még egyet. 29, itt nem kell semmi. És hogy... 150 ezer? 100 ezer, az 104 ezer. 9 millió 104 ezer, még abból 5 ezer, 50 ezer. Mennyi az? Segítse? Na. 9 millió 304 ezerből 150 ezer. Az 156 ezer. Az 9 millió 150. Igen. 9 millió 156. Nem lépett, kettes dobtál, ahogy látom. Igen. Nem veszünk semmit. És majdnem hatos lett, csak ez igen, igen. Jó, a következő nyilván mehetek. 5, 30, 8. Nem lehetsz, vagy... Egyes vagy hatos, vagy kilépsz a játékból. Egyes vagy hatos dobással mehetsz, de viszont, hogyha a harmadjára sem sikerül, ha úgy döntesz, kilépsz a játékból. Azért, hogy a harmadik megifutása már lehet lenni, hogyha egyik se lesz. Hát akkor menjünk innen már. 8000. 8000, akkor még várjál, és akkor 2000 vissza. Libri. Tévét vehetök. 6. 24. 12000. Meg vegyél ez a visegrádi hajózás. Szerencsekártya, meg kapok 500 000-et. Hát meg van nekem is egy a lakására. Ja, már csak bele kell lépni. És még több is, mint így neked. Még 156 ezeren van, 500 ezeret kapok, így már mennyi? 656 ezer. És hogyha megveszem a lakást, akkor még marad így 156 ezeren. Háztartásod a elektromos készülékekkel szerelheted fel, amelyek megkönnyíthetik hétköznapjaidat, lépj 33-as mezőre, vásárolja kínálatból. Hát nem vásárolunk, de átlépünk, hogy oda kell lépni. Hanyasra kell?
Oda. Nyaldosságon télen nyáron. Fedez tízezret zabálunk. Na megint. Én meg közöttek 15 ezeret, az meg. 10 az 46-ból 5 az 41. 9.641.000. Tegyüssz. 1. Citadella. Hát ez semmi. Ja nem, ez a Citadella. Az meg a Margit szület. Jó, hát az van, ugyanaz. De nem kell csinálni semmit. Rakássitel. De itt megvettem a lakást, és csak? Ja, ja. Na, oké, akkor vedd is meg. 39. Aztán utána húzok egy kártyát, hogyha már megvetted. Jó, akkor 9 milliárd, kérek 9,5 milliárd, kérek egy lakást, így akkor marad 141 ezeren a számlán. Itt a lakás. Na, 140, mert ugye 9.641 ezeren van, akkor 141 ezeren marad. Sírál. És már az autóba is állt a garázsba. Egy már megvan. Mm-hmm. Jó, a sok közül mi? Akkor én húzok egy kártyát. Jó. Nem, mely közben odaléptem. Jó, a takarékos ott ez az OTP-ben a lakósági felhasználó elhelyezte pénzen után 15% kamatot fizet. Na, mm-hmm. Mennyi van most rajta? Mennyi van rajta? Várjál egy pillanat alatt. 9.579.480. Oké, és akkor... 15% kamattal az annyi, mint 1.436.922, és akkor mennyi volt rajta? Mennyi volt? 9.579.480. 80, tehát akkor most van 11.016.402. 11 millió? Jó, igen, 16.402. Hogy rohadjál meg? 0.16.402, az úgy van jó. Te ganyé! Megvetted a lakás végén is több mint 2 millió, másfél millió marad. Jó, még egy ezért autót is venni kell, azt a kapat. Te ganyé. Ha meg már nem valad. 3, 4, 5. Ha, veszünk bérletet, kapok 500 ezeret. Akkor van már így már 645 ezeret. Megvan a hatabeli. Melyik pálya szálló? Nem látszik. De hogy nem. Valamennyire látszik, de nem lehet úgy kivenni, mert nagyon visszatükröz. Hát igen, 15.78-en jól látom. Akkor 9000-ért még veszek akkor egy Budapest bérletet, akkor 41.000-ből 932.000. 642.000. Bújja, jönnek, érted? Te jössz. Egy. 33. Hát jó, nekem is akár. Jó, de segítem te sárnyal. Sportunk, ott egy semmi. 5.38. Szobabútor, 900.000. Akkor az nem. Biztosítást köthetek, az már van mind. Hát a lakásra nincs. Van, mindenre megvettem. Mert megvetted a lakásra? Megvettem mindenre, 440.000-et fizettem az összes biztosításra. Ugye nem volt lakásod? Igen. Hát ezek szerint? Itt van lakásbiztosítás, az összeset megvettem, 440.000. Még például 41-esre az adott hanzás? Aha, 60.000. Lufthansa, hát az. Megint repülsz? Na megint, de nem baj, hogy figyelnél, és adatnak a pénz is lesz. Bazd meg. Szóval, és még fizetsz is. Akkor 500.000. De 500.000 mennyi, ha azt aztán 30.000 megadok. 11.000. 11.516.402 van így. Aha, és... Én még egyszer lophatsz? És meg van legalább 4 társa szűnyegem. Ja, 5. 6. Végül. És fizetsz 5.000-et. 5.000. Jó, 15.000 vissza. Hot. 12. Na azon még nem. Ja, de állatkert. Ott nem, nincs semmi. Ott nincs semmi. És most már lophatsz. Mm-hmm. Igen, fővárosi állatkertben voltam. Ha-ha-ha! És 6 az 19. Van lakásom. 2. Fizetsz 15.000-et. Neked is már vagy a harmadik cipőd. Az. Ja, az egészet fizettem? Ha, az egészet ott van. Csak hogy csak adjuk a 10.000-es. Azt hittem 20-as tudsz. Hm?
Nemzeti Galéria úgy sincs semmi. Kettő. Kárt. Lassan meg kell keverni. Egy dolog kárt. Hát, elfogy. Egy dolog van. Újításért 755 ezer forintot kapsz. Olyan rohadt jelent. Akkor azt az illatod is be. 750 ezer. Szia, lovat. Számoljál csak? Ja, nem kell. 700 az 216, meg 50. 66. 266. 266 ezer 402. Viszont a tollat be fogja adni a kulcsot. Most szétjön az alja. Akkor szerintem még írta a kiképzést. Fizetek 10 ezeret. 622 ezeren van így. Hat. 22. Nincs ott semmi. Karéria. 5. Basz meg! Csak átmentem a lakáson. Basz meg! A 150 ezeren. 622 ezerből 100, az 522, akkor 472 maradt így. Az meg. Hát én meg elmentem izére. Megint. Hajózni. Hajózni. És kihúztam az utolsó kártyát. Gyermeket felvételt nyert az egyetemre, ha van generáli gyermekjövő programot, kapsz 5 millió forintot a biztosítótól. Ja, és van. Ez igen. De most lehet megkeverni a kártyákat, elfogytak. 5 millió, 472 ezer, király. Az meg, ez azért nem semmi. Mert van olyan is benne, ami a nyugdíjra meg 10 millió plusz. Igen. Azért az is durva, hát azzal, mert szinte megveszem mindent a lakásba. 10 millióból. Igen. De azt nézzük így a izékből, és az 5 millióból is meg tudsz venni hozzá minden. Szobabútor 900, amaz 300 ezer, az 1 millió 2. Akkor nem, ez simán megvan 5 millióból, úgyhogy rálépek ma akár, mint tudom. Meg 2 millióból veszel egyet. Ja, meg tudok venni mindent, úgyhogy. Autóm az ugye megvan, ugye azt megnyertem. Ja, már bérlet is van, nem tudom, mi kell még. Megvan mindenem. Biztosítások megvannak, bérlet megvan. Itt más nincs ilyen könyvkötkövény, meg ilyesmi. Ezek vannak, hogy többféle biztosítás van, meg játékbérlet. Meg ugye a bankkártya. Akkor most én jövök, én jövök. Meg kéne venned a lakást nagyon. 29. Ott nincs semmi. Hát 39-nél vagy 19-nél lehet venni. Nem tudj, csomagkához. Ja, vagy olyan kártyát húzok. Húzhatok olyan kártyát. Fosulgép, 90 meg 80. Mivel tudod a 32-ese? Adja. 90 meg 80 az 170. 240 ezerért veszünk, amíg van. 240 ezer, számoljál csak. 5.472-ből. Várj, közben a számológép, az nem találta itthon. Várj, 5 millió mennyi? 472 ezer. Igen. Ből 90 ezer. Ből 80 ezer. Igen, 80 ezer. Ből 70 ezer. És akkor mínusz 70 még. Mennyi úgy? 5 millió 232. Pillanat. Várjon. 5 millió mennyi? 232. Kereken. Jó, és akkor itt van egy mosógép, hűtő, tűzhelyen. Az szép, várjál. Hűtő, fosógép, hűtő, tűzhely. Mosógép, vagy várja, hűtő. Igen, fosógépkel, meg tűzhely. Ez jó, biztos, basz meg. Mosógép, meg egy tűzhely. De a tűzhelynek írja, de viszont a lakásban meg sütőnek írja. Ja, hát igen, hát akkor az az, akkor az sütő. Hát végül több mindegy, hogy tűzhely vagy sütő. Szenkor indukciós főző. Ja. Hát csak konyhabútor, szobabútor, meg tévé kell. Tegyél össze amúgy. Ja nem, dobtál hármat, és a harmincetesre négy. Hát egy kártya.
akciós főzőt. Egyszer kimaradsz a tapásból. Jó, jártad? Na, akkor megvan az intuíciós sütő, meg... Fizetek 40 ezeret. Akkor az 5.192.000. Nem már vagy? Uh-huh. A 36-os az melyik kiadott? 5000 ilyen mobil internet. Ja. Elég gyorsan lesz a bálod a netet, he? Ja. Gyorsan elfogy. Elérkeztek a nyugdíjas évek, biztosítottam 10 milliót kapok meg. Igen, és van is olyan, hogy ez neked, az azért szép. 15.192.000. Még a 38-as nem értek, ott meg mi van? Semmi szobabútor. Szobabútor tudsz venni. Ha van lakásod. De valami, aki vasad kettővel. Na, mehetsz egy szavagúthoz. 1 millió, 15 millió, 192 ezer, akkor 14 millió, 292 ezeren marad így. Én meg fogok kapni 1 milliót, mert belépek a startba. Szép. Azzal a nyugdíjjal meg az ővel a gyerekkel jól jártam. Egyszer. 15 millió a kettő együtt. Most még az autód is összetöltöd, akkor 250 ezer még jön. Viszont akkor nem lesz autó. Bár még azt nem ilyen jövök az autót, meg ad vissza. Ja. Ezt akkor kell szerintem viszont... Ja, nem is kell abban visszaadni, mert akkor kettő körből kimaradsz, azt értem. Ja, igen. És te jössz. Hát én közben dobtam négyet és beléptem a startba, úgyhogy majd egy milliót írjál be. Akkor 13 millió... 266.402 van. Azért, megveszem a lakást, akkor marad 4 millió, abból tudok a nézét. Abból szerintem megveszel mindent, te is. Konyhabútól, szabadbútól tudok venni. Mert meg a többi apróságot is simán. Hát a kocsit azt nem. Vagy az autót nem, nem. Igen, autót azt nem. 5. Az lehetsz egy perc a szőnyeget. Ja. 14.792. Meg 30 ezeret kell fizessek. Akkor az 62. Tőlem is mondja le 36, mert neked én is én így belétem a perzsa szűrnyekbe. 13.236.402. Beléptél? Ja igen, most de, igen. Voltam. Jó van, de mondtam. Nekem is sikerült. Hármas találtam volt alattam, 251 nyertem. Azt az előző követ én húztam ki. 20, 40, 60, 80, 120, 140, 160, 180, 200. Nem baj, de én is nyerek, nem csak fizetek. Hát én meg most vehetnék autót, de nem veszek. Várjál, még 50 ezeret ki kell pakoljak. 10, 20, 30, 40, 50. És mekkora lenne megint kihúznám a gyerekest, tudod, 5 millióval. Ja, szobabútól nyerték, és az már van, kapsz 900 ezért. Ja. Meg kihúznám megint a tárgyából a gyerekest, tudod, hogy a gyerek egyetemre megy. Nem, az most volt, nem? Ja, ezért akkor a nyugdíjost. Ja, nem, az volt az utolsó. Igen. Az előzében, akkor az még benne van. A gyerekest még benne van 5 millióval. Jó, a nyugdíjasat nem tudod kihúzni, az már volt. Honnan autó? 5000. Fizes vízgáz villanyszámlát az OTP banknál nyitott lakossági folyószámlán keresztül, melynek összege 15.000. A számlán keresztül kell 15.000. Úgy van. 15.000. 10 az 52. 47. Na, 12. 14.740. Én közben dobtam egy hatost. És a semleges. Várja, de még át kell lépjük a izére és a 8-as mezőre, és mivel itt vagyok, kapok megint fél millát, és utána 7%. 15 millió 247 ezernek a 7%-a. 15 millió 247 ezer. Mindjárt nézzük. Hányád az? 15. 15 millió mennyi? 247 ezer. 247 ezer.
1.067.000. És akkor ott hozzá 15.247.000. 16.314.290. Jó, most úgy lakodkodunk, mert ez már betelt. Akkor mennyi? 16 millió? 16.314.290. Jó. Meg átérlök téged is ide a jelenlegi összegre. Mindegy, aztán... 13.236.000. 432. Mit akartál mondani? Ja, közben dobta nekem. Hatost itt vagyok a semlegező, de úgyhogy megint te jössz. Jó. Elmentem az állatkertbe, az jobb. Semmi ézek szó. Elmentem meglátogatni a rokonaidat. Konyabútort lehetek? 300 000? Aha. És akkor mi kell még nekem? A tévé? Uh-huh. 16.014.290 van. Adi, dobok egyet. 3. Hát. Az Ikarus. Fizetsz. Nem fizetek, mert van bérletem. Ja, akkor mi van akkor, ahol van bérleted? Nem kell fizetni. Igen, megőztad a büntetést. Egy egyik út azt tettem át a Petro, de nem kell egy havon bérleted. Öt. Fizetsz 25 000. Ah, vondd le, mert nincs ennyi. Segítsél csak, 13.236.402-ből 25 000. Hát nem egy 236 a vége, akkor 200, írd el 211-re. 13.211.402. Zaj. Na bazd meg, én meg fizetek 15 000-et, mert a 7. cipőm, bazd meg. Tele vagyok ám cipővel. Ez mi durva, már tévé kell már csak nekem, aztán neked bírtam még lakást sem bírt elvenni. Hát már csak, igen, már megint átmentem rajta. Igen, már csak rá kéne lépjek. Fizetek 8 000-et. Te gyűsz. Meg 90 000 nem van, csak neki, 90 000. 211 000-ből 90, az 122 000. Ja. Pazd meg, mentem utánod. 100 000 az 914 000, 929, várja, számolunk, 90 000, 100 000 az 914 000, akkor 924 000. 5 millió, 924 000, 29. Tegyüssz. Kúcak a jót. Visegrádi anyádat. Ráadásul az előbb is így járta le egyet létél előre. De te húztad ki azt, és hogy 12 000 kell fizetni. Mert ha legalább akkor húznám ki, amikor előré vagyok, és akkor legalább kapom 500 000-t is menni, akkor úgy már jobb. Tehát semlegesre léptem. 10 000? Meg én zavarsz. Vondd le, mert nincs elég, vondd le. 10 000? Meg 3-at dobtam. És én is fizetek 10 000-et. Most én itt elök téged zabálni. És te jössz. Bár, de 100 000, a gondolatom is, de 150 000. 100 az 12 000-ből 50. 12 000-ből 50, az 62 000. Ugye? De nem. 13.112.000, 100 000 az 12 000, akkor 12 millió,
Akkor 112 000. 100 000 az 12 000. Hogy van? Segítsél csak! Mennyi volt? 13 112 402. 12 900 valamennyi lesz. Azt inkább most már számológép, persze kiszámoljuk. Na, meg 13 112, mennyi? 402 a vége, igen. $12,962,402. Szumbos nyakcsört. Na, valami elfogyott. Dobozos. Jól el vagyunk azért mi. Most én jövök? Mhm. Veszek egy bosnyák sört. Az annyi, már dobozos elfogyott. Menj ki a Margit sziget autóbusszal, lépj a 26-os mezőre. És ráadásul pont a 26-os busszal kell kimenni a Margit szigetre, és azt megy oda, hogy nyugati találpát hídig, és a Margit szigeten át, a 26-os megy oda. Na lehet azért. Meg majd írjál be nekem 500 000. Jó, mondja, hogy pinany alatt, csak veszek elő. Jó. Ebben milyen lenne a krigliből inni? Ja. Neked is vegyük elő porrot? Ah. Hát akkor lőségekből ígyuk. Jó ez a bosnyák sör. Hm? Bosnyák téldől biztos. Bosnyák sör, a bosnyák téldől. Én végülis a bosnyák téldől. Amúgy értettem mindenhol ezt a Sarajevsztát. De ez jó sör. Ha, jó sör, finom is. Nem is keserű. Nem is durva. De látod, ott is van egy, tehát az csak az már hát ezt meg mi ittuk meg együtt, nem emlékszel? Persze, van én is mind voltam. Mind a két üveggel meg ittuk. Szabályabóban én is hoztam. Az jó sör. Hűrt is most elég jó. Szabályabóban is jól. És ugyanúgy 2,25-be került. És alig habzik is amúgy, az a jó benne. Hát oda, ma így is alig van hab rajta. Nem nagyon habzik. Mondjuk lehet azért, hogy már is szokottam belőle, azt kiment a nagy a bubi. Egyenesen Boszniából. Ja. Tudod, miért sír a szel kislány? Na. Mert nem szabad Bosznia. Nem szabad Bosznia. Nem szabad Bosznia, igen. Amúgy figyeld, kiöntöttem 1 liter sört, ugye fél liter, várjál, még ott 2 litert bölöntjük, és pont 1 liter volt akkor így benne kb. Hát ott? Igen. Még egy kicsit maradt az alján. 1 liter, hát akkor 1 litert elszőrsöltem otthonról idáig. Ez két doboz. A fél milliómat megírtad? Nem. Akkor írd meg. Oké. Akkor beírom a fél milliót, meg el nem felejtem. 13 462 402. Jó, fel van írva. Na, akkor egészség. Egészség. A Szarajevo úra. Szarajevo úra. Lejártok mind a ketten. Bosnyák sör. Ja. Akkor a 500 000-at írd be. Be van már írva. Ja, akkor jó. Így van már 13 462. Akkor tegyüsz. Tegyüsz. Az megint kártya. Aha.
Most vedd meg álmaid autóját egy összegben vagy részletben. Népi lép az ötös mezőre és élvezd az új és kapsz meg én félmillió. Igen, megint. Mennyi van most már kell? 14 millió körül? 13 millió 462. Ja. Vagy 962 ja. Így. Ha nem veszek kocsit. Miért? Ja, ott akkor nincs még megoldás. Mert akkor nem adott a lakásra. Igen. Átléptél? Uh-huh. Nem, oda. Ja, de igen, tehát... Most léptél már. Igen, azért kellett a fényebb is jönni. Pazd meg! Jó, még megint a luxus hozzá. Segíts, Jolcsok! 15.924.290. 924... 150 ezer. 100 az 824-ből 50 az 74. Igen. 774. Igen, annyi. Na, nekem meg ezért megy... Én már ezért hármas dobtam, és meg ezért elmentem a kamatra. Mennyi van most nekem? 13 millió. 962, 402. Na még egyszer, mennyi volt? 13 millió, 962, 402. 402, akkor most van 14 millió 939, 770. Várjál, új sorba kezdődök. 14, 939, 770. 39, 770. Igen. Jó, megvan. Ott. Fizetek 5000-et. Ja, persze a mobil interneted van. Szerintem jobban jársz te is arrébb rakod, én is azért raktam arrébb végre. Nem tudom. Jó, az csak állatkert. Van már lakásom? Megyek neked egy lakáscicus? Bejössz. Jó, mert van bérletem. Akkor megint már akkor volt, nem úgy, mint a múltkor. Na, milyen is, ez is egyszer léptem bele. 20, 40, 60. Elrepültem. Most szerintem Isztambulba mentem, az is ott körül van, 60 ezer körül. Te jössz. 6, 21. Az 22? Ja, ez a 20... Ja, tényleg, várjál. 90 ezer mínusz. Na, ja, akkor 90 ezer, mert meg megint az azulnak rá. 14 millió, 849 ezer, 775 van így. Hat. Akkor ötös. És kapok fél millát. 15 millió, 2... 54.290. Te jössz, autóm az már van. Egy. Na most mész a semmelésre. És fizetek 5000-et. Te jössz megint. 4. 26. Semmelés. Hát az megint. 4. 10-es. Akkor tartja. Nyertem. Na, mert mit húztál? Ja, ezért vehetsz tévét. És légy, hogy 40-es mezőre vehetek tévét, és nyertem, mivel kártyában is megvan, meg a számlán is megvan. 40-60 van. Ja, és már csak az kellett. És 70, és itt a tévé jár. És milyen tévét? Van a nézi lapos tévé, van ebbe bát, hogy mi jön? Ott van lapos tévé. Ja, lapos nem nézi, mint a gazdálkokosabban, hogy jönni. Ez is gazdálkokosabb. Hát, hogy jöntem, hogy a klasszikba adta azért. Ezt megnyertük. És még lóvéval is több lett számlám, mint neked. Na, neked van 14.849, nekem meg 15.274. Ja, nézd, ott van. Induktiós sütő, fosógép, hűtő, kocsi. Ja. Konyha bútor is azért ez már jobban néz ki, de másik az olyan bútor is. Látszunk meg egy menetet? Á, most te szerintem. Megmondtad? Meg, ezért már tudalmas volt a hígé. Hosszú volt. Mi? Milyen? Ez már hosszabb azért, mint a másik. Az játszunk a másikkal egyet akkor? Játszhatunk. Sőt, játszunk az izével, az alkohollal. Úgyis van még piánk is. Végül is. Na várj, akkor ezt legyobjuk akkor. Akkor ezt már megmutatom, hogy néz ki azért a teljesen berendezett lakás. Ne, ennyi mindent kell összeszedni. Ja, meg kell egy BKV-bérlet, meg az összes biztosítás, igen.
Bankkártya, autóbiztosítás, lakásbiztosítás, gyerekjövő életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás. És akkor erre kaptam 10 millát, erre kaptam 5 millát. Ja, és itt néz ki a könyvelés. Hát jó, ez most nem úgy van éppen a könyvelés, ahogy volt, mert ugye hiteleket nem vettünk föl, csak a folyószámlán lévő összegeket. Csak a folyószámlán lévő összegeket számolgattuk. Ja. Ugye hitelt azt nem vettünk föl, úgyhogy visszafizetni se kellett. Ja, és, na, és akkor itt van az LV3, ahol szintén kártyát kell húzni, csak hát még fejjel lefele van, de egy látszik, egy klasszik LV3. Mutasd meg azért a 435-öst is. Mert meg itt van azért, Hannus. Itt lehet bérletet venni, azért a Hannusnál, a 412-esek és ikadusztárnak a nincs bérletet, akkor fizeted a pótdíjat. És hát ennyi. Nagyjából hát így néz ki az új. Az dálkodj okosan. És jóval hosszabb a játék. Hát sokkal, igen. Hát szerintem olyan kétszer vagy háromszor annyi. Hát igen, meg tényleg. Ugye nagyobb pénzösszegekben is játszik úgy az ember, ha azt nézzük. Sokkal tovább tart, azt tényleg. Megfelelő, hogy így számolgatni is kell. Ez egy kicsit plusz barálver. De azért jó így játszani így ezzel is, ha azt nézzük. És így néz ki a bankkártya. Lakást ott oda rakjuk a többihe. És ez már a BKK utáni izékkor korszak, amikor már Budapest bérletet volt, hogy lehetett vele vonaton is menni, meg a... Bár az meg volt már a BKK előtt is, ugye, mert a 2010-ben az már meg volt. Nem lehetett vonaton menni akkor is. Már 2010-ben is meg volt, ahol emlékszem, és akkor nem volt BKK. Az elején legalábbis. És ha megnézed, meg mindegyiknél egyiknél sincs az, hogy BKK, mindegyik BKV. Igen. Meg ezért, hogy BKS van, hogy... Na, akkor ennyi, akkor majd lehet, hogy játszom még, de nem ma. Hát majd max holnap. Akkor ez ennyi. Na, hello, sziasztok! Hello, sziasztok!